Szerbia és az Európai Unió közötti tárgyalások 2014 elején kezdődtek. Az első tárgyalási fejezetet 2015 végén nyitották meg. Egy évvel ezelőtt megszületett a vajdasági magyar közösség jövőjét, alapvetően befolyásoló kisebbségi akcióterv is. Nyilos Mihály tartományi oktatási titkár szerint ez a dokumentum jelenti most a kisebbségi politizálás alappillérét. Nekünk magyaroknak igen fontos részei vannak az akciótervnek, gondolok itt elsősorban a részarányos foglalkoztatás témájára, hiszen az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a reprezentáltságunk a közférában. A 35 tárgyalási fejezetből eddig 8 sikerült megnyitni. Kovács Elvira az Európai Integrációs Bizottság elnök helyettes elmondta, az eredetileg elképzelt ütemtervet Szerbia nem tudja tartani. Szerbia megtesz minden tőle telhetőt, hogy minél gyorsabban megnyíljanak a fejezetek, teljesítse kötelességeit, illetve ezek le is záruljanak. Nyilván most már 2018-20-ról nem beszélhetünk, de remélhetőleg hát 20-22-ig sikerül teljes jogú taggá válni. Szerbia helyzetét az is nehezíti, hogy olyan időszakban folytat csatlakozási tárgyalásokat, amikor maga Európa is válaszút előtt áll. Eliondor LP képviselő szerint jelenleg nem a bővítés áll az EU figyelmének középpontjában. Szerbia jó úton halad, ugyanakkor a történelmi momentum egy teljesen új irányokat határoz, meg egy új irányba halad Európa, és ehhez is még menet közben kell fölzárkózni. A rendezvényen a Konrad Adenauer Alapítvány és az Európai Néppárt Ifjúsági Szervezetének képviselői is jelen voltak.